hopping to a freak show. Hello, bello! Én Ritiko SSO vagyok, és ezt a videót hétfőn veszem fel. És amint tegnap ígértem, ugye vettük Emeraldot és Csermát, most akkor megmutatom nekik a járásmódjukat. Ez a videó Emeraldról fog szólni, és aki kérdezi, hogy jó, de miért mutatod meg a járásmódjukat, nem új lovak, az nézze meg a tegnapi videóm, és meg fogja érteni. Na, akkor szerintem kezdhetjük. Szóval, hogy alapból így néz ki a morgang. Én ezt a szint vettem, mert nekem ezt tetszik, tök cuki. Igen. Egy pillanat. Jó. Szóval igen, én őt vettem, mert nekem ő tetszik. Na, kezdjük. Ez lenne a lépése. Szerintem amúgy nagyon-nagyon szép. Ez az ügetése. Ez amúgy nekem minden lóna. A lassú galop és az ügetés. A kedvencem. De így komolyan. Amúgy bocsánat, mert most be vagyok rekedve, és a háttérzajokért is elnézést kérek, de remélem, hogy ti nem halljátok. Amúgy leveszem itt a hangerőt, mert nem annyira tetszik. Szóval, hogy itt tartottunk a szigetésnél. Vágta. Sokan ezt Kentának is hívják, például az SSO is. Lassú galop. Ezt tudom, hogy máshogy is higgyák mások, meg az SSO, és nem tudom, majd megnézem videón kívül. És ugye így. Szóval lassú galop, és ez a galop, amit az SSO is versenyvágtának hív. Nem tudom, hogy miért, de amúgy szerintem tök jó. Egy gyors fékezés. Igen. Most nézzünk egy ágaskodást. Ez is nagyon szép. Egy hátra menetel. Itt nekem azt tetszik, hogy így figyel a fülével, meg így hátrább néz. Hát rép néz. Szóval ez volt Emeraldnak a lépése. Amúgy, ha tudja valaki, hogy hogyan kell live-olni, így videós társam, az küldhet egy videót, egy videósnak a nevét, hogy ott meg tudom nézni, vagy le is írhatja, hogy hogyan kell. Köszönöm a tippeket, lehet, hogy nem tudtok majd ezt kommentelni, de majd valahogy megoldom. Szóval, hogy ez ennyi lett volna ez a videó, én Ritika SSO voltam. Na várjál! Azért mégsem. Megcsinálok egy versenyt. És ez lenne hozzá a szett, hogy azért lássátok. Igen. Szóval, hogy akkor meg is csinálok egy versenyt. Csak megnézem, hogy megy-e a felvétel, mert nagyon remélem. Pontosan megy. Bocsánat, hogy én mindig megnézem, de biztosra akarok menni. És igen, most vörös fenyőfokon kutatok. És hogyha majd tudok, akkor szeretnék live-olni, ahol ilyen edzős, beszélgetős. Viszont azt tudom, hogy csak úgy lehet hogy telefonon, meg ilyen gépem, és hát nem olyan gépem, hanem telefon, tablet, meg ilyenek, csak úgy lehet ez a live-olni, hogyha 50 feliratkozó fölött vagy. De lehet, hogy gépem nem. Nem így van, ezt nem tudom. De amúgy ennyire nem szeretném ezt az esős versenyt. Én ezt amúgy rengeteg gépem. Végre tudja, hogy melyik van.
rájöttem, hogy ebből az irányból kell menni, mert én mindig abban az irányban fordultam. Szóval én olyan okos vagyok. Igen, nagyon okos tojás vagyok. Mert most egy ideje sikerült beszerelni a mikrofonon. Szóval ennek nagyon-nagyon örülök. És igen, aki itt látja a nevét, ki fog kerülni. Például Csengye Blueberry Craftot, valami ismerős a neve, Wolfbank, és itt van Annie a Strong Day, ő pedig a klub tagja, ő már szerepelt egy videóban. A kérdezfelelek indegeti is. Úgyhogy elfogadom, és akkor ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ó, és live van itt. Na, szuper. Szóval köszönöm szépen, hogyha végignéztétek egy videót, nyomtak egy lájkot és feliratkoztok. Én Rizikás Sosó voltam. Sziasztok!